2018. szeptember 1-én egy osztállyal elindul a gimnáziumi képzés a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolában. Még ugyanebben az épületben, mert valóban az építkezés nem kezdődött el, de a közbeszerzés folyamatban van, tehát én azt gondolom, hogy mire a most felvett 9-esek 10-be kerülnek, addigra szép új épületbe tudjuk őket fogadni. A felvételi követelmények a következőek. Egy érettségi tárgyakból minimum a 4-es a követelmény. Más egyéb kizáró ok az jelen pillanatban nem létezik, de a jelentkezők közül mindenki vagy katolikus, vagy református, vagy evangélikus hittalra járt eddig is, tehát azt gondolom, hogy az egyházi jelleget meg tudjuk tartani. A jelentkezési határidő június 1-e, amit az iskola igazgatójánál lehet megtenni. Mi azt szeretnénk, hogyha a Halacská óvodát is ide számítjuk, akkor egy óvoda, általános iskola és gimnázium íven keresztül zajlana ez a keresztény nevelés a részünkről. És nem titok, a jövő keresztény értelmiségét szeretnénk nevelni, ezt a folyamatot szeretnénk előkészíteni.